És indul a videó, üdvözlök mindenkit! Köszönöm szépen mindenkinek a 200. feliratkozót is! Azért bebiztosítottam már 290, mikor ez a videó felvételre kerül. A mai napon diós gesztenyetartást fogunk készíteni, szintén ráma receptnaptárból. És hát reméljük, hogy hasonlítani fog ehhez minimálisan is. Egy 8 tojásos torta, a fehérjék mehetnek ebben, mert természetesen szét kell választani. Legalább a vizet kimérem vele. Mennyit ő? Decit? Decit, jó. Picit több, de nem baj. Csak egy milliméternyit. Oké, és tészta a tojásra. Ja, a tésztához a tojássárgáját a cukorral a fehérelésig verjük. Ha belővel maximális fokozaton 4-5 perc. Ej! Nem ott van. Ez nem az? Az haperő. Vagy izé, turmix. Nem ezzel vertük a múltkor? Ott van len. Tudod, uh-huh. Az a bot. Izé. Bot formájú. Följebb. Uh-huh. Tudod, amit Erikától kaptunk. Még erre mindig azzal szoktuk, nem? Az a habverő. Amikor a tájszint abban verünk. De én meg már felvetettem a vizet. Az nem baj. Szerintem. Mindegy, visszamegyük. Nem baj. Nem te semmit? Kész. Hát válasz 2 tojásokat. És hova teszem? Annyit, basszus. Ezt a hülyeséget. Hol van az a tál, az a fehér? Fehér tál. Jelben. Legfeljebb. Dió volt benne. Jó, lesz egy kis omlet legalább. Estére. És a sárgáját a cukorral. És nem a fehérjét. Érdekes módon, hogy nem kéri a másikat is. Fölverve, ugye? Egyáltalán nem kérdez. Mert itt szoktál. Elég is a 4. Mert ez az, hogy ezért kér 8 tojás, mert csak a sárgáját. Ezt tapazarlást. Mondhat meg. Ők a profik. Ők a profik. Biztos, hogy tudják. Mondjuk az ki, hogy... Tehát valamelyiken... 12 tojásos tér. Lehet, hogy nem mostanában csináljuk meg. Túlzás az ilyen. Nem mi attól nem lesz jobb szerintem, mert több a tojás. Nem azért, mert annyi a tojás, mert minek annyi. És volt már drágább is. Lesz is még, ahogy látom. De legalább a gyenge forint a tojásárakat annyira nem viszik fel. Kivéve, ha el kell vinni valahova. De figyelj, hogy nem kell annyi szót csinálni, mert hátra belesik közben. Mm. Akkor nem tud kiszedni. Ami leesett, ide, hogy lecsorog. Jó, hogy ez a kis göröngye megfogja. Már fél után vagyunk. És azért remélem, a 12 tojásosnál nem olvastam a receptet, de nem csak sárga vagy fehérre kell.
azt már rakd is bele, mert az egyik fele mindig kisebb. Úgy igen. Szétszered, aztán belesik. És hogy jönnek majd a vendégek, az az egy. Tortát csinálok, és nem fog örülni neki. Ezt megmondom. És mondom már. Lovak. Azt hittem már legjobb. Ilyen időben basszus, befagynak. Nem sajnálják szegély lovakat. Én majd mennek a wellnessbe, a Lázának a wellnessébe. Lovastól. Te látom már képen ilyen lóvel az, hogy a ló fut a vízben, így megy össze-vissza, az a wellness neki. Arra van pénz? Hogy néz ki? De az, hogy egy ember mondjuk évente egyszer elmenje a lovak közönni, hát már egyszer. De a lovak egész évben otthon a wellness. Mi is lovas nemzet vagyunk. Na, jó, bár meg van a nyomtól. Mi most a mindig kezed? Nem, mert ragad a kezed a tojástól azért. Hogy helyre menjen. És akkor a cukorral, ami 30 deka. 30? Ezt hova tegyem. Olyan sok. Igen. És ezt hova tegyem. Biztos? Akkor. Biztos 30 dekát is. Jó. Nem jó. Első mélyét tálat akar? Szekrénybe, hát most hol keresed máshol? El tudok veszni mindenbe, részletekbe. Belefér abba? Nem biztos. És akkor dió, az az őrölt dió, mennyi volt ez? És őrölt diója oda nem írja, csak ide írja. 15 deka. Ez már nem kell. Nagyon lehet, jó lesz. És akkor 30 deka cukrot kimérjük. Tényleg megcsináltam volna előre, de mindig. Még a pakolásra vagyok hajlandó általában. Csak mutatóban. Tartom most legyen a dolog. Kicsi sok. Hogy szóródik így? Kanállal kéne a tudra menni, hallod, nem vannak a kanalával. Pontosan jó, 30 deka. És akkor, unorthodox módon a sárgájával verjük szét. Maximális fokozaton 4-1 perc, úgyhogy... A verőt is vedd elő. Fiókból. A verőt? Hát a végét. Ja. Na, nélkül nem megy. Ja. Az is kell, úgyis hiányozott volna.
ez így már jó. Úgy tényleg ennek a lejátszási listának, ahol nem töltöm be egy csomó ilyen videót, de majd bódolom. Még azt mondom, azt a levető bankhoz konyha, de amatőr konyha legfeljebb. Akkor... Ó, álljál neki, nehogy azt, aki borítson nekem. Na, a sárga zselé. Maximális fokozat. Turbó nem kell. Cészen hajtész. Egyekes ilyen zselésebb dolog. Nem, már kristálycukor. Érdekes, hogy a halkhoz kristálycukor. És adhatsz majd hozzá a vizet szerintem. És érdekesek ezek a rámások, mert a... ezehez kristály... vagy porcukrot írt a karamellhez, ami hagynám olyan, hogy miért nem jó. A felveréséhez meg kristálycukrot. Kicsit... ó, az már tényleg be. Ébresztő. Tegyél hozzá egy kis vizet majd, hogyha úgy gondolod, hogy sűrű. Így is kell hozzá egy kicsi. Várj, hogy nem kell hozzá. És ügyeltem. Mindig egy kicsit. Mocarag. Hát, hogy is még kell a többivel is am tekerni. Megfelelő turbóra rányok. Szerintem ezt rakd oda a székre. Neved ki, még úgy is kell. Jó, és akkor... vizet belekeverjük. Meg énekel rizünket. Egy. Egy lyukat rágott magának. Ami hát feloltatta volna kicsit jobban a cukrot, de nem így kell azt. Ja, 100 ml víz.
Egy deci. A lisztet a dióval és a sütőporral összeforgatjuk. Az előzőekhez adjuk. Akkor miért ki? Ja. De... És 15-ek a liszt. Ja. De te ebben vagy nagyon betégben ezt lehet még keverni. Ott van, miért ki előbb a izét? Az jó, abban nem. Szerintem nyugodt, nem, belefér, bele fog férni a liszttel együtt, meg kell sütőpor is. Jó, azt is vedd elő. Nem tudom, hogy ezzel helyezni. Ha nem pupoznám, akkor... És még egy kicsit vissza. Egyik. Mondom, hogy ezért tegyed bele, légy szíves. Sütőpar, igen. Sütőpar? Fél csomag sütőpar? Van még egy fél csomagnyi? Hát, ha nincs, akkor veszel el lenni. És szépen össze. Nem akarom nagyon, hogy kimenjen. Nézzek egy kis. Jó, hát hagyja. Ha jönnek, akkor majd kicsapja a balhéz megint. Nem fogja. Oha. Vagy legalábbis nem. Szerintem addig nem fognak. Nézd, hogy tortát csinál, mit ünnepel le? Mit ünnepel a gyerek, mi? Csak nem azt, hogy egye. Nem mondtam el életben, de úgyis elfogok. Mondja bárki bármit. De nem, most már ez most üté. A sütőpapírral sütőpapírral összeforgatjuk. Lisztet a dióval és sütőporral összeforgatjuk. Az előzőek az adjuk, majd kemény habbá vett tojás. Majd a kemény habbá vett tojásfehérjét is belekeverjük. De jó. Akkor kell. Akkor mégis csak kell. Némi gazdag lesz. Na, az a lényeg. Jó, ezt már beleszórhatod, szerintem. És akkor... Megint nem olvastad el rendesen? Hát olvastam, csak azt tudod. Olvastam, de nem értettem. Szilárd réteg. Jó, kemény habbá vért. Vedd elő, amit elraktál, aztán vedd föl. Ott van az a nyavajás. Igen. Na. Hát olyan keményre szerintem, hogy nem tudod fölverni elvel se. Még ráadásul belekerült a tojás sárga a jedetök mindig. Amit ír, azt úgy kell. Tudom, ezzel nem fog kimenni, ugye? Tűnnek fél 8-asson. Kemény habbá vert, nem tudom, mennyire lehet kemény habbá verni a sima,
a sima fehérjét. Megpróbáljuk. Csináld csak folyamatosan. Akkor se habzik. Sok minden szépen. És belekeverjük, de nézzük. Ugye? Három réteg, de most az alján egyelőre nem látszik semmi. Nézzétek a csodát! Hát az alsó réteg is. Az összes diót beleraktad? Persze. Ami meg volt darálva. Nem még találjak. Majd még találjak közben. Ha nem, azért mondom, nem 15-ek átért? Ja. Én meg elvileg 25-öt vettem, már mindig. Azzag lesz. Azzag lesz. Már egy tojást elvár. Ha 25-ek volt egyáltalán, nem tudom. Még ez meg 10-et írt. Nem. De hát tőlük ez megbízhatatlan. De krémben nem kell dió. De kell. És beleraktad az... Ez a tészta. De nem úgy. De jó, nincsen akkor darálva több. De nem úgy a krémbe, akkor csak gesztenye kell? Uh-huh. Ja. Remélem, már nincs más dió, úgyhogy... Gesztenyem azt a pucukor, rum... Ja, ennyi. Jó van. Meg a ráma. Ah, nem azt mondom, megértem, de menni úgyse venni most már. Jó, szóval... Sütőpapírra bélelve, hát... Nem így írja, de kezd elromlani. Az elő... a baj a kapot is. Kell előmelegíteni? Ragyja meg. Nem tudom, mi ez. Előmelegít a természetesen. Természetesen. Nem mondta, hogy menj el előre, fél perc előre. Remélem, hogy van 2-0. Mit értják között? Nem tudom.
Majd majd kirakom egyesével. Annyi gyertya nincs. Akkor közepes lány. Melegedjen szépen addig. Takar. Takar ez is. Na és akkor. Egy kis szivacsos. Kéne fogjon. Jó, az kifolyik. Rá kell igazítani majd ott a papírnál. És a papírt vagy. Azért mégis maradjon ott. Az alján biztos nem tud majd kifolyni, mert ott van. Ja. Nem maradt a szélén. Nagyon. Annyi nyomás nincs, hogy ne szorítsa ki. Nem mindig akar ezzel a tészta. Szétes! Az ki! Jaj! Na. Fogd meg az alját. Gyönyörű. Úgy, az aljánál fogva. Hát csak ahogy érzi a meleget. Inkább vagyok. Nyisd ki előbb, ha igen, azt akartam mondani. Ez nem lesz jó. Mert nekem nincs harmadik kezem, hogy kinyisdem. Jó, óvatosan. Vigyázz, 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 vigyázz. Az. Rendesen fog meg az alját, mert szét meg az egész. Nyomorult szar gyártmány basszus. Fillérekért. Reméljük nem folyik oda, mert akkor vagy bajt kapok. Majd rohadjon meg ott, ahol van. Hogy kíváncsiak vagytok ezen meg, hogy szidják ennyire a kapitalizmust? Betetek be a szar terméket? Szerintetek miért? Hát a darabig szar... jó volt, az biztos. Az bassza meg az is, aki meggyártja. Szarai úgy ér. Pörögjön a gazdaság, egy GDP. Kell egy GDP. Oké. És 26 perc. Szarulok majd. Szólni fog 26 perc múlva. Szóval, töltelek ez a marzsonyt össze magában, majd a felengedett belmosog összeje masszával, keverjük habosra. Ezt addig elmaszoljuk. De nem abba, szerintem abba, másikba keverhetned, jó? Abba. De ezt elviheted innen. Azt az edény, meg a cukrot is, az se kell. Nem, mert borcukor kell. Jaj, passzus. Bocsánat, az ujjaim. Elgémberedtek. Belelógott a képbe. Jó, nem valami tartó. Na. Porcukor kell, nem? Hozzá valamennyi, ugye? Sok megbe haladok egyelőre. Margarintek is megolvasztjuk. Kicsit nagyon. A margarint legfeljebb a kikenéshez, de hogy tényleg nekem jó lenne egy másik ilyen kapcsolat lenni, mert... Azt nem tudom, mikor vettem, már fogalmam sincs, de nem olyan régi, de tudod, hogy
elmegy az ideje. Egy-két év azt alatt, nem is ütöttünk bele benne sok mindent. Max még ötször se estünk. Már még, hogy még annyi sem. Ez a minőségi termékek. Az a lényeg. Yes, nézzétek, kint van polcukor és rum. Középső polc. Mert még meg másikat is vedd elő, másikat is, mert ez kevés, nem? Vagy mennyi tíz, mit tudom. Az a helye van. Már megtaláltad a helyet. Húzd a kap. Akkor vegyél még elő, az kevés. Azt meg ki is nyomhatod már, nem? Amíg nem durran, addig nekem nem mondja itt. Amit írek, tanásom volt. Az meg elmondja a receptet, úgyhogy nem. Megjöttek? Akarok. Na, az a turmixot nyom ki onnan, vagy vedd ki onnan, még hátra leesik onnan, jó? Most, légy szíves, mert ki fogsz, ne fogod verni. Habosra kell keverni. Húzd ki onnan a konnektorból, légy szíves. Habosra ne keverni? Hava. Fakanállal szoktuk. Végül is, nem tudom. Ha vagy zsárt van minden. Sosem tudom, látod. Kis fejű. Vigyázz, annyira nem el. Egy kifelé. Habasra van, taha habasra. De cukorra együtt. De előtte habos a magába. Még itt a habos, addig ne legyen cukros. Majd eloldódik magába. Van a felegére tegnap. De cukrot tett bele. Igen. Jaj, basztus, az ujjam. Először a gesztőrgyemasszával. Porcukorra és rummal ízesítjük, érdekes. Fél kiló gesztőrgyemasszát írd el 400 gram. Ilyen kiszerelések garták. Jól vettem volna harmat is, de. Belemorzsoljuk. Nem akartad előbb a cukorra összekeverni? Sorrend. A cukor csak ízesítésnek van fölött. Érdekes?
dolog ez. És a legdrágább volt összetevő. Magyaros kevesebb. Én hozzám a habosra. Hát, jó. Sok sikert hozzá nekem. Ja. Sikerülni fog. Ilyen recepteket, basszus. Nem biztos, hogy nekem kell kipróbálni. Az érdető volt. Ez lesz nagy habos. Egyszer valamikor. Komolyabbra kell venni a figurát. Óvatosan. Mert ezek a gesztenyen masszák egyébként már nem olyanok ám, mint máskor. És foglalkozik vele mindent. Hát nézd, szerintem kettő részre. Hallod? Kettő. Akartam venni negyed kilós, nem volt. Meg azt is írta ott a hűtőpult. És a saját márkás? Olyan nem volt. Ja. Nem láttam. Hallod? De szerintem ez csak két rétegre fog elég lenni. Kettőbe kell vágni, vagy félbe? Kettőbe. Kettőbe, ugye? Szerintem még cukrot nem adtam hozzá. Szóval ez lesz sokkal meg. Tetejére meg nem lesz elég, ne? Elég lesz az. Három rétegre? Igen. Főben. Nem mindig az ugyanak. Azt hogy képzeli, hogy hamosra velem? Hát olyan, na. Ha most már azt neki kitaláltam. Meg tudod, mi a gondja mostani ilyen gesztenye masszáknak? Hogy nem annyira kemény, mint máskor, hanem ez ilyen trutymos állaga van, jóformán. Tehát reszelni nem tudnád, mert olyan is van, mikor egy kicsit, hogy a tetején tudod, hallod, a tetején tudod, hogy kicsit olyan, szokták mondani, hogy morzsolj el a tetejére, nem tudnád elmorzsolni, mert egyszerűen nem lehet. És ez az odállok? Beleférem azért nagyjából. Ó, hatossa. Legfeljebb konállal. Nem? Nem jobb avval, vagy jól lesz ebből is beleforgatni? Jaj, az ujjaimat basszus oda kéne ragasztani. Nem vegyem le azért időt. Nem, jó lesz már, addig kibírom, még megkevered, jó? Mert ha megsül, úgyis... Mutasson a végeresményt legfeljebb. Nem úgy mondtam. A keverésbe. Jó, addig keverheted, azután lekapcsoljuk, mert mindjárt nem lehet betölteni, mert a megsül. Ez az a töltelék. Ha lesz belőle valami, reméljük. Ha nem így fog kinézni teljesen. Nem így fog teljesen kinézni. Meg beteszem a mikróba, aztán megolvad is minden. Hát nem az a gondja, hogy itt izé lenne valami kemény, vagy nem tudom, összekevered, aztán eltűnik az a cukor is. A megjegyzése mindig a két állat használja a keveréshez. Ezt is tudom. A kicsi. Sose jó. De állat, hogy pont belefért. Épp vagy. Még mondta is, hogy kevés lesz.
még sülnie kell, még az 20 percen kívül még 20 percig, hogy addig lehet állni. Lenyomjam akkor. Ma várom még a gumbot. Ja, tényleg, akkor utána leállunk, jó? Valami szemsz, hogy ez? Mert elfárad a kezem, aztán itt ledobom mindjárt. 25 ml rumot nekünk aroma, nektek lehet igazi rum. Ez is jó. Én külön sütőrumot nem veszek, egyébként mert drága. Most ez egy ilyen 300 forint. Egy, mit tudom én, egy 2,5 deci érted rum, ha van olyan kiszerelés, vagy fél liter, hát szerintem az már 1000 forint talán, vagy én nem tudom mennyibe került, tehát nem igazán szoktam sütőrumot venni, pedig mondom, lehet kapni. És na, most már tényleg végre kicsit krémesebb lesz az állaga. A rumtól is, mert az meg folyadék. Ja, és feloldja legalább a cukrot is, a margarint is. Ja. Csodálkoztam is mindig, hogy tudják annyira krémesebben megcsinálni a üzletekben. Hát géppel csinálnak mindent. Hát persze. Figyelj, itt a tésztától elkezdve mindent, mert jó, hát a gyúrás nem biztos, de lehet, hogy azt is, tésztagyúrás, tudod. Mert a kenyereket, a péksebe természetesen már ilyen nagy, tudod, keverő edényekbe, üstökbe keverik, összedagasztják, és ne kézzel kelljen. Bizonyos fajta emberektől, bizonyos. Igen, az ipari termelést nem értik, az ipari termelés fogalmát. Lenyomhatom. Addig is hamarosan jövök vissza a sült tésztával és a szállítással. Hamarosan jövök. És itt is vagyunk, ismét elkészült szépen a tészta maga. Természetesen ez is puposan. Annyira nem. Ja, az előbb kicsit lejjebb ereszkedett, hogy jéj. Szerintőzik. Te nem raknád rá inkább a... Mi? Egy ilyen... Nem olvasztja meg. Annál keményebb az a műanyag. Kerülém is már régen el van készítve. Szépen. Tavrabban lovodott, te nem baj. Nyomással. Szépen leértem. Ők szétesni nagyon nem fog. Volt. Rajtadjam, vagy borítson ki? Nem hiszem, szerintem maradhatna rajta. Az aljáról szerinted nem tudnám nagyon leszedni ezt a papírt, inkább maradjon. A krémes megnyom. Megfogja a mélyakajna. Ne bánsd. Nem, nagyon nem tudod. Szigacsos. Próbáld úgy elvárni, de a lapokat valamire rá kéne borítani. Egy másikra. És akkor egyszerűbben célnámon, ahogy a bámutatta. És akkor úgy borít, úgy próbált, hogy elvágod, és így átrakod. Te késlel egy kicsit lehet. Csak a kesztyűt vidd el onnan meg. Hát, ha megy, úgy menne, nem tudom. Mennyire lesz szivacsos, vagy ilyesmi ez a... Ha nem szakad el időközben. Erősebb. Három kéz kéne hozzá az egyik tartja. Belemegy.
is talán lehullat róla. Megy ez, megy ez? Csak, csak az a nem jó, amikor úgy elszakad a célnak középen, aztán cseszheti az ember. Elszakad a célnak. Óvatosan, fog meg rendesen valahogy, úgy tenyérre. Úgy. Meg szerintem ezt még egybe le tudod, át tudod venni, és tovább nincs, csak kettőbe tudod, nem háromba, szerintem. Nem? Meg akkor azt is vág be egy kicsit. Ha sikerül. Mert ugye ebben dió van, tehát mégis egy kicsit szerintem. Hát nem biztos. Hogy attól porhanyósabb, nem? Attól lenne porhanyósabb, például egy tészta, amiben ugye liszt nincsen. Esetleg például csak mandula. Azért torzul. Lehetem, hogy egy kicsit meleg ám még, nem? Azért ja. Látom, hogy gőzölök. Nem jön a kárja. Azért belement, belement, jól van. Jaj. Jó, szeretgélve csak. Hát azt nem tudom, hogyan fog az nagyon följönni, mert majd szétmenjen az egész. Jaj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 
Feljön. Feljön. Csak azért is feljön. Szét fog esni. Nagyon. Nagyon, 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 nagyon. Jó. Volt az. Jó volt az ötlet. Ne is én. Szerintem mondom, ezt ki kellett volna egy picit ütteni. Nem baj. Te bátom egy kívást. Még nem írta. Hát azért kellett, tudod, hogy miért kell várni vele. Hát azért... Nem írta, Tóni. Hát nem az, hogy nem írja, vagy valami, hanem az, hogy az ember sejteti, hogy tehát annyira melegen nem lehet a tésztát tölteni, így ezt nem tudod elvágni. Itt van. Az a szkár, most azt úgyis tudod, hogy hogyan kell rákenni. Három részt a vágok, ezt amikor megtöltjük, úgyhogy az oldalára meg teljesen sokkal. Hát jó van, ezt most kettővel tudtad csak vágni, mert nem tudtad volna szerintem még. A krém se annyi. Próbáljad ugye elnegyedelni, vagy harmadolni. Óvatosan. Mert tudod, hogyha meleg a tészta, akkor meg hát, ha lefolyik. Hát, az oldalára is jut. Jobban egy kicsit. Borítson be mindent. Szépen gyere a lyukakba. Jó lesz. Meg majd úgyis kinyomja. A következő réteg, ami hát megfoghatatlan dolog. Igen, sajnos csak két kezünk van. Valahogy
Csak két kezünk van. Két eszközünk van. Ajaj. Azért na, kicsit eligazított majd valahogy. Na, kicsit hátrébb megyek, mert nem fér a fejed bele, hogy se. Nem kell így óvatoskodni, de meg borítani kell vagy. Ennyi. Szépen így kinyúlik, az nem baj. Ezt meg majd ki kell rakni a kamrába, jó? Kicsit megszikkad. Na, majd lefelé még egy felvétel. Még azt szereteljük. Az már jobban sikeres, mint az első tartalma. A második szülinap, nem a csatorna harmadik szülinapjára. Az nem kérdés. Tavaly? Idén. Vagy melyik? Ja, az első tartalma, a Malakoff tartalma volt ebben. Az. Hát az folyós volt. Hát mert azt gondolt, hogy a 7 fok nem elég, nem elég. Dermesztésre érezzétek meg, a 7 fok nem elég. Meg hát folyós volt a krém. Hogy fognál már jobb? Nem, folyós volt a krém is. Nem voltam itthon, hogy mondjam, hogy mégis hogyan lehet. Az volt a darás, nem? Darásos. Darás, hát az a, hogy hívja? És akkor... Búzadarás. Kerül rá. Szépen. Na. Ez ugye egy kicsit amatőröcske. De ebből a receptből ez az első. Próba. Hát de szerintem a krémen sem, na, képen sem néz ki, különben úgy veszik. Csak hát... Ajaj. Na, na. Ajaj. Csak... Ha lefolyik, akkor legalább a szívén is lesz. Csak tényleg úgy mutatja a krém, hogy, vagy a kép, hogy ja, igen, rá van reszelve egy kis gesztenye is, amit ugye nem ír. Mondjuk az csak díszítés. Még 400-ban lett volt csak gesztenyéből, de nem baj. Mégis elég volt, ahogy veszük, mert... Már csak két fele vágva, szerintem így is jó. Így is elég krémes, mert... Sokszor egyébként, hogyha valami diós és ilyen krémes, akkor szoktak például a tetejére. Mi ez a sok? Hallod? Diódarabokat tenni. Hamarad volna? Jó. Mandulát. Hát de ez dió. Mandulával megszólni. Hát ez dió. Még darált mandulával szerintem... Lehet, de még egy kicsit javítani. Nem darált mandula, az nincsen. Szeretett mandula van. Darálok mandulát. Hallod? Figyelsz ide? Többi leszett, hogy tudom. Szeretett mandula. Van itt van egyáltalán mi? Van még, persze. Más hát, avval nem kéne szerintem elrontani. Jó, ez? Mert ez dió, nem mandula. Uh-huh. Nem, nem, vagy diós nem mandulás. Tartani és rányomom, kicsit jobban, uh-huh. Segít ez. Ja, mondjuk, azt hiszem, hogy termelni tartani, akkor így felnyomom egyszerűen. Mondom, azért a kamrába meg rátermed egy kicsit majd. Vagy vissza a kapcsolatot általán, ami megtartaná jobban. Akár. Hát úgy így is jó. Elfolyni nem fog elfolyni, mert most nincsen meleg. Azért jó ilyenkor tortát csinálni, nem nyáron. Ja. Jó, hát akkor ott a hűtőn.
Szerintem éppen elég ez a szemszögletre. Jobb már nem lesz. Akkor ennyi volna a Diós Gesszei Massza. Diós Gesszeiért volt a videó. De várlak titeket még a szeretelése, miután szépen megdermett. Addig is adjő. És akkor meg is lett volna. Szépen egy kicsit megdermett, úgy adja. Krém még mindig nagyon jó. Ünnepeljük is meg. Kicsit megállt az előbb. Nem baj. Jó, mint azt imádom, meg. Na ez az jó, mikor jó belemegy. Gyönyörű. Abban nem sok minden van. Na, próbálkozz az nem lenne. Most jó. Most jó. Meg kell rázni. Vagy nem? Ja, így vagy. Na, ha így próbálod, akkor nem megy. Na, szóval akkor boldog 200-at a csatornának, és még 200-a, még 800-a, még 1000-re is akár. Kihányom valamit, úgyse teljesül. Úgy legyen. Így kell ezt. Mert 2030-ra láttam, hogy ha az elmúlt egy évben nézem, akkor nagy eséllyel meg lesz. Na, ma tényleg legyen úgy. Kedvencem. Lejön. Egyszerűen akkor. Nézzük a bizeskéssel, ahogy írta. Könnyebb legyen, ha használtam ezt is. Nem tapadt oda. Nem sült rá. Azt nézném meg, hogy ezt már lehessen élőbe is nyomni, nem ilyen nettel. Meg hogy nem kéne megvárni a pihentetéseket. És ott is van. Ez nem, mit gondoltam. Na hát akkor egészség a következő 200-ra. Na, kicsit meleg. Meleg. Langyos. Hát azért már csak kiült. Már mikor kiraktuk, nem? Egy fél órája. Azért elég hideg van a kamrában szerintem. Nagy volt. Lenyugod. Na, addig is búcsúzunk, és a következő recept ahhoz, hogy egy hólabda lesz majd. Vagy kucsma is lehet. Milyen kucsma volt a másik? Kozák sapka. Kozák sapka, igen. Ami a kucsma. Eddig is szevasztok, ha érkezhetek fel, és a többiek mielőtt meg kikapcsolok.